Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, Ercsi polgártársaim! Év végéhez érkeztünk, és ilyenkor minden évben egy kis számadásra töltjük el a pár percet, és mielőtt megkezdenénk az új évet. Így vagyunk mi is ebben az önkormányzatban. Nehéz évünk volt, sajnos nem az első, hanem ez már a harmadik az elmúlt időszakban. Nehézen indult az év, de még rosszabb lett. Január végén egy szélvihar tönkretette az új óvoda tetejét, majd későbbiekben pedig ugye az ukrán menekülteket kellett fogadnunk. Volt egy tragédia is a életünkben, Vajdics képviselőtársunk elbúcsúzott tőlünk, itt hagyott minket. És természetesen még nagyon sok más rossz esemény is volt itt az évben. De azért voltak jó pillanataink is. Ilyen volt a majális, a nyári Dunaparti rendezvények, vagy pedig az ötvös napok. És folyamatosan tartottuk a kapcsolatot városunk lakóival. És természetesen dolgoztunk is rengeteget, próbáltuk mindazt megtenni, amit egyrészt a követelmények elvárnak tőlünk, mint várostól, és természetesen volt olyan is, amit nem tudtunk mindig teljesíteni. Ilyen volt az, hogy elég hosszú időt kellett töltenünk a óvodatető szerkezetének az felújításával, mert ott a biztosító, illetve a kivitelezővel hosszú alkudozás volt, de hál' Istennek elmondhatjuk, hogy az őszre, mire beállt az esőzés, ez is megtörtént. Új jegyzőt is köszönhetünk ebben az évben, június 1-től új jegyzője van a városnak, és reményeink szerint majd ő begyakorolja magát, és összehangolódik a város intézményeinek, dolgozóival, és természetesen a hivatali munkáját is kellőképpen el tudja látni. És további feladatoknak is próbáltunk eleget tenni, sok-sok pályázatba indultunk, ebből három pályázati rész az, ami nyerhetővé vált. Az egyik az élhető város rész, melynek a része egy kerékpárút hosszabbítása, valamint a mini bölcsödék, a második mini bölcsödének a pályázatát is beadtunk. Mind a kettő pályázatunk eredményesen zárult. Az elsőre, az élhető város részekre 418 millió forintos támogatást kaptunk, a második pályázatra pedig a mini bölcsödére 208 millió forintot kapott városunk, hogy ezt a fejlesztést elvégeztessük. És további pályázatokat is benyújtottunk, egyelőre azok elbírálási szakaszban vannak, annak eredményéről sok mindent nem tudunk, de a témáját el tudom mondani önöknek. Ilyen az egészségügyi központnak a felújításáról szóló pályázat, továbbá van egy ilyen pályázatunk, hogy útépítés a Dózsa-György út felújításában gondolkozva, és természetesen egy turisztikai pályázatot adtunk be most november végén, ami a csónakház és a környezetének a megújítását jelenteni. Bízunk abban, hogy a jövő év, amely nem sokára itt lesz a kapukban, sokkal sikeresebb lesz és eredményesebb lesz mindjárt számára. Én úgy gondolom, hogy most egy kaput bezárunk, egy másik kaput kitárul előttünk, és akkor megnyitjuk a 2023-as évet, amely új fejezetet nyit minden család, minden ember életében, így az önkormányzatunk életében is. Városunk azon lesz, és abban bizakodik, hogy a 2023 év az talán sikeresebb lesz, mint az elmúlt három év volt, és talán kilábalunk mindazokból a gondokból, amelyek eddig minket is sújtottak. Sajnos azért hozunk egy terhet is magunkkal, mindnyájan bizonyára ismerik ezt a tényt, energiakrízis, infláció. Azon vagyunk természetesen, hogy a működés feltételeit tudjuk biztosítani, még a 3-4-szeres, vagy esetleg 5-szörös energia árak mellett is, mert számunkra fontos, hogy az óvodák, a bölcsöde, a szociális szolgálat működőképes maradjon. Ezen vagyunk, és ezt a problémát úgy gondolom meg tudjuk oldani a jövő évben. Ezen kívül természetesen rajta leszünk az előbb említett pályázatoknak a megvalósításán, elindítjuk azokat a tervezéseket, elindítjuk azokat a közbeszerzéseket, és természetesen a kiviteli munkákat is. Reményeink szerint, hogy 2024-25 év végére elkészüljenek ezek az megálmodott létesítmények, és mindenki örömére szolgáljon itt a városban. Én ebben a bizakodásban próbálom elindítani az új évet, és mint ahogy azt adventkor is említettem önöknek, nagyon fontos az ember számára a hit, higgyünk egymásban, higgyünk saját magunkban, ez egy nagyon fontos tény, hogy a saját magunkban hiszünk, akkor reménykedhetünk is, hogy meg tudunk oldani nagyon sok
nehéz és kritikus kérdést, és akkor lesznek örömeink is, és természetesen mindenhez én egy szeretetteljes együttélésre biztatok minden Ercsi polgárt, és ezzel kínálnák mindenkinek nagyon gazdag, boldog új esztendőt minden embertársamnak és minden Ercsi polgárnak.